Az Abátszalóki járőrök puszta taskony közelében a Tisza híthoz vezető úton ellenőriztek egy személyautót. Megállapították, hogy a jármű egyik utasa az a tiszaburai férfi, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy az elmúlt egy-két évben helyi lakosoknak rendszeresen anyagi haszonszerzés céljából kábítószert adott el pakkonként 500 és 1000 forintért. A rendőrök a gépkocsi átvizsgálása során alufóliába csomagolt fehérport találtak, ami az előzetes szakvélemény szerint új pszichoaktív anyag. A férfit előállították a karcagi rendőrkapitányságra, és gyanúsítottként hallgatták ki. Őrizetbe vették, és a bíróság elrendelte letartóztatását.